Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket államalapításunk és az új kenyér ünnepén. Kérem Önöket, hogy ünnepségünk kezdetén énekeljük el közösen nemzeti imánkat, a himnuszt. Isten áld meg a magyar jó Tisztelettel felkérem dr. Szent Irma István polgármestert ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt ácsiak, tisztelt ünneplő közönség! Köszöntöm Önöket egy év elteltével újra, államalapító Szent István királyunk és az új kenyér ünnepén. Augusztus 20-a van, kedves megjelent ünneplők, és ez a nap a családi együttlét, szórakozás, gondatlan időtöltés mellett elsősorban magyarságunkról, gyökerünkről, nemzetükről, államunkról, rólunk szól. Még a harang is ezért szól. Augusztus 20-a az egyik legősibb magyar ünnep. Szent István királyunk ünnepének napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának napja. A magyar történelem során már Nagy Lajos uralkodásától kezdve ez a nap ünnepként maradt a köztudatban. Mária Terézia ünnepként a naptárba is felvetette, sőt, 1771-ben ő volt az, aki Bécsben, majd Budára hozatta a Szentjobbot, amelyet ez időtől körmenetben vittek végig a városon e napon. A két világháború közötti időben, augusztus 20-án a Trianon előtti Magyarország visszaállításának össznemzeti célkitűzésre is emlékeztek. A II. Világháborút követően viszont az ősi ünnep vallási és nemzeti okok miatt nyilvánvalóan nem volt vállalható. Teljes megszüntetését a hatalom nem vállalta fel, az ősi ünnepet az új kenyér, majd az alkotmány ünnepére keresztelték át. 1989-től ismét a régi tradíciók szerint rendezik meg a szebb jobb körmenetet, méltó helyét az ünnep 1991-ben nyerte vissza, amikor is e napot hivatalos állami ünneppé nyilvánította az országgyűlés. Tisztelt megjelentek, kedves ácsiak! Ünnep van tehát a magyarság ünnepe, az összetartozás, az államiság, az államalapító ünnepe. Szent István király azt a fundamentumot rakta le, amire ma is építkezünk. A szakszerű építkezés érdekében azonban ismernünk kell az alapot, tudnunk kell honnan jöttünk és hova tartunk. Az alapok nélkül nem érdemes építkezni. Az építkezéshez, továbbépítéshez ismerni kell az eredeti tervet. Szent István európai látókörű magyar államot, keresztény államot hozott létre, európai látókörű gondolkodó volt, megalapította az egyházat, a kultúrát, ezzel biztosítva a magyarság megmaradásának lehetőségét a Kárpát-medencében. A hazaszeretet, a nemzeti kultúra, az egyetemesség számára nem voltak szembeállíthatók számára. Szent István keresztény állunk megteremtésével a legtöbbet adta a nemzetté rendeződött Magyarországnak,
az élet kenyerét. Uralkodásának tapasztalatait, a követendő tanácsokat, erkölcsi végrendeletét fiához, Imre herceghez értelmeiben fogalmazta meg, akit ezzel az életre, uralkodásra, emberségre akar tanítani. Legfőbb uralkodói értékként megjelölve a légy becsületes követelmét. A nemzet megmaradása, a folyamatos építkezés biztosítása érdekében többek között fontosnak tartotta a katolikus hit megőrzését, az egyházi rend becsben tartását, a vendégek befogatását és gyámolítását, azt, hogy a fiak kövessék az elődöket, a kegyességet, az irgalmasságot. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Micsoda szavak ezek! A tanácsok ma sem vesztettek aktualitásukból, de az, hogy megfogadjuk-e őket, rajtunk múlik. István király úgy intette fiát alázatra, hogy közben méltóságát nem elveszítve, tettei alapján tiszteljék lényét, munkáját, fáradozását. Követendő példát állított valamennyi magyar elé. Hiszen minden ember azonos állapotban születik, írja. Ez a gondolat, az egyenlőség gondolata számomra az egyik legfontosabb intelme államalapítónak. Mellette persze a felelősségben, a felelősségteljes döntésben és a felelősségteljes munkában hiszek. Mert csupán remélni egy jobb jövő eljöttét nem elég. Tettekre, szívós munkára van szükség, egy erős város megteremtése a célunk. Nem a zsugorodásban gondolkozunk, hanem az építkezésben és a helyi problémák megoldásában. Így sikerült elérnünk az elmúlt években, hogy megújuljon a városközpont, hogy utak épültek, hogy elkezdtük korszerűsíteni a közvilágítást, elkezdődött a kastély felújítása, megújult az óvoda, és számos pályázatunk nyert, melyek megvalósítása hamarosan indul. Nem akarom mindezt hosszasan sorolni, és tudják miért nem? Mert úgy gondolom, hogy bár ezek eredmények, de az igazi eredmény az, ha nem az évtizedekkel ezelőtt megépült épületeinket vagyunk képesek fenntartani, hanem ha mi magunk is hozzá tudunk tenni valami újat a város arcához, le tudjuk tenni a névjegyét ennek a kornak, a jelennek. Ehhez persze az elképzelések mellett forrásra van szükség. Olyan forrásra, ami a közelünkben lévő településeken rendelkezésre állt, mert iparosodtak. Mert tőlünk az uniós csatlakozás elvette a megélhetésünk, a fejlődésünk zálogát, a cukorgyárat, ezzel az álmainkat, terveinket is. Most viszont lehetőséget kaptunk a felzárkózásra. Más az az ünnep, mint a tavalyi tisztelt ácsiak. De az elmúlt hetek nehézségei dacára is azt mondom, nem cserélném el a tavalyival, mert valami megmozdult, elindult ácson, ami évek múlva beigazolja majd, hogy értünk történt. Az idő igaz, és eldönti, ami nem az, ahogy Petőfi írta. A mi feladatunk pedig most ebben a kisarkított politikai célokra használt helyzetben úgy érzem, összetartani, mert higgyék el, kedves ünneplők, a közösség, a minket összefogó szeretet az, ami nélkül félkarú óriások lehetnénk. Éppen ezért kérem önöket, hogy higgyenek bennünk, akik a város vezetjük, az új képviselőkben, akik a napokban tették le esküjüket, és akikkel hosszú évek után végre kiegyensúlyozott, konstruktív munkát tudunk végezni. Higgyenek abban, hogy minden döntés úgy születik ebben a városban, azzal a szándékkal, hogy az a legjobb legyen az ácsi emberek számára. Célunk nem kevesebbnek lenni, hanem gyarapodni és sikereket felmutatni minden nehézség dacára és minden valótlan híresztelés ellenére. Kedves ácsiak, kedves ünneplők! Mondanom zárásaként egy Babits idézetet szeretnék megosztani önökkel, ami azt üzeni, nem könnyű a sorsunk, de a józanság és bölcsesség, a megértés segít, hogy túljéljük a nehézségeket, és mindez megvan bennünk, magyarokban, ácsiakban. Mert csodálatos és hősi a te sorsod, harcolnod kell, mikor más nyugodt és boldog, és mikor körülötted tombol az egész föld, te maradsz türelmes, mozdulatlan és bölcs. Ilyen türelmet és bölcsességet kérek önöktől a következő időszakra és esztendőre is, hogy 2024. augusztusában lélekben és hitben erősen találkozunk majd újra itt, és addig is legyünk büszkék arra,
hogy magyarok és ácsiak vagyunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, polgármester úr, ünnepi gondolatait. A folytatásban kérem, fogadják szeretettel Kincsán Milán előadóművészt, a Magyarok Dalszínház tagját, aki saját dalát adja elő most nekünk, a címmel Vigyázz rám, hazám. Kinézek az ablakon, ez a táj az otthonom. Nem cserélem el semmiért. Ismerem a házakat, a régi arcokat, egy életem benned képzelem. A vérem itt lüktet, szemem majd sír, a múltamról ír. Száz emlék, szívem őriz minden fél. Ide visszatér a lányomom, drága otthonom. Ismersz már jól, az ember néha vándorol, de a hívó szót hallani kell. Vigyázz rám, hazám! Hazám, téged óvni kell, tudom, lesz, aki átölel. Majd egy hajnalon induldolom. Köszönöm az éveket, a dombokat, neveket, a szülőföld egyszer eltemet. De a vérem itt lüktet, itt jó a szó, ha mégis elmegyek. A szemem majd sír, a múltamról ír. Száz emlék, szívem őriz minden trég. Ide visszatér a lábnyomom, drága otthonom. Ismersz már jól, az ember néha vándorol, de a hívó szót hallani kell. Vigyázz rám, emlék, szívem őriz mindent rég, ide visszatér a lábnyomom, drága otthonom. Ismersz már jól, az ember néha vándorol, de a hívó szót hallani kell, vigyázz rám, hazám. Száz emlék, szívem őriz minden trég, ide visszatér a lábnyomom, drága otthonom. Ismersz már jól, az ember néha vándorol, de a hívó szót hallani kell, vigyázz rám, hazám, egyetlen hazám.
folytatásban az új kenyér áldása és szentelése következik. Tisztelettel felkérem Milus Ferenc plébános urat és Gerecsei Zsolt esperes urat az új kenyér megszentelésére és megáldására. Ezt követően pedig polgármester urat kérem majd meg, hogy szegje meg a kenyeret, melyet ebben az évben Balázs Csenge és családja ajánlott fel az ünnepi asztalra. Kedves ünneplők, kedves testvéreim! Református bibliaolvasó kalauzunk mai napi ószövetségi igéjéből, Joel próféta könyvéből, annak az első részének a 12. verséből is csak egy utolsó mondatot szeretnék felolvasni. Bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. Lehet, hogy benneteket ugyanúgy meglepett most ez a mondat ezen az ünnepen, mint ahogyan engem, amikor először olvastam. Különösképpen azért, mert most nem azért vagyunk szomorúak, hogy kiszáradt, kiaszott a vetés. Most arra figyelmeztet bennünket az ige, hogy mi is ki tudunk száradni, mi is ki tudunk aszalódni, mi is ki tudunk égni, elsülni. Ma ezen az új kenyéri ünnepen az Isten az én szívemre azt helyezte, hogy egy kicsit figyeljünk magunkra. Az új kenyér mellett ma az a kérdés, hogy hogyan élünk mi az új kenyérrel. Hogyan fogadjuk? Hogyan esszük? Ha szabad így kérdezni, milyen szájízzel esszük? Ismerjük mindannyian azt a közmondásszerű kifejezést, hogy megkeseredik számban a falat. A falat jó, de a szánkíze nem mindig. A lelkünk nem mindig. Az új kenyér az örömre és a hálára hív bennünket. Az élet kenyere Jézus Krisztus a föltámadása után ezekkel a szavakkal köszöntötte a tanítványait, a kiszáradt lelkű, a kiszáradt örömű tanítványokat. Örüljetek! Lehet, hogy azt kérdeznétek, hogy minek? Hát ez a rossz kérdés. Mert nem az a kérdés, hogy minek örüljünk, hanem az a kérdés, hogy kiben örüljünk. És Pál apostol ezt világosan megmondja, amikor arra bíztat bennünket, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Kedves ünneplők, ezzel a reménységgel és a reménység mellett egy kicsit ezzel az önvizsgáló áldással, mondattal kívánok mindenkinek jó szájízt, jó lelket, boldog lelket, örvendező lelket a jó új falathoz, a jó új kenyérhez. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Amen. Hívő magyar népünk mindenkorban átérezte, hogy minden jó Istentől származik, neki hálával tartozunk. Naponta mondjuk az Úrtól tanult imát, melyben kérjük a földi és égi kenyeret. A gonisel Isten ebben az évben megadta a föld termését, hálát adunk az új kenyérért. Az Úr legyen veletek. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az angyalok kenyere. Áld meg, kérünk, a kenyeret, amint a pusztában megáldottad az öt árpa kenyeret. Add meg, kik ebből esznek testüknek erőt, lelküknek üdvösséget nyeljenek belőle, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson eléd. Amen. Köszönjük szépen, és a polgármester urat szeretném megkérni az új kenyér megszegésére. Köszönjük szépen, és szeretném kérni a kolléganőket, hogy legyenek kedvesek
segíteni abban, hogy az új kenyér mindenkihez eljusson. Természetesen már korábban felszeltük, és még egyszer szeretném megköszönni Balázs Csengének és családjának, akik felajánlották nekünk. Ez egy házi készítésű kenyér, tehát tegnap sütötte a Csenge, úgyhogy köszönjük szépen neki. És amíg a mindenki vesz az új kenyérből, megkérem Klincsán Milánt, hogy énekeljön nekünk egy dalt. Kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátunk, egyet mondunk, s egyet gondolunk. A villám tépte magányos fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint borba hullott vagy, mi többé nem ered, s ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Egy vérből valók vagyunk. Köszönjük szépen Milánnak! Folytatjuk ünnepségünket, mégpedig egy rendhagyó köszönetnyilvánítással. Bizonyára sokaknak feltűnt az itt álló korhű ruhában lévő tűzoltóink, illetve ez a különleges tűzoltókocsi, ami az Ácsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület első fecskendője volt vélhetően, 1888-ban állt szolgálatba településünkön. A korabeli tűzoltókocsit Körmendi Gábortól kapta vissza településünk, amit polgármester úr szeretne megköszönni most a város nevében. Kérem polgármester urat, hogy
mondja el gondolatait, és adja át az oklevelet. A Jóisten bizonyosan a mai nap is velünk van, mert még a tűzoltókat nem szólította el valami riasztás, mert a tűzoltó autó azért áll itt a gyerekorvosi rendelő előtt, hogy ha valami riasztás van, akkor tudjanak menni vele. A nemrégi napokban jeges pusztán jártam, és összetalálkoztam régi barátommal, Körmendi Gáborral, aki a szomszédos település Banának a lakosa. És akkor mutatta ezt a tűzoltókocsit, hogy ez pedig egy ácsi emlék, egy ácsi reliktum, ami nem is akármilyen korú, hisz ugye az előbb is említették, hogy 1888-ban állt szolgálatba, tehát azt jelenti, hogy több mint 100 éves. És azt gondolom, hogy ugye a hagyományainkat azt ápolni kell, és legjobban úgy tudjuk ápolni, hogyha ezeket az emlékeket, ezeket a reliktumokat meg tudjuk mutatni. Gábor idáig vigyázott erre a tűzoltó fecskendőre, ami egy kézi vontatású fecskendőkocsi, és kikötötte, hogy csak úgy adja oda, hogyha továbbra is ilyen állapotban marad, ehhez pedig azt szükségeltetik, hogy zárt helyen legyen, és csináltassunk neki egy pavilont, ahol majd kiállítjuk, és mindenki láthatja a ácsi lakosok közül, sőt, akik keresztül mennek a településen, azok is. Én mondtam, hogy sajnos ebben az évben arra pénzünk nincs, hogy egy ilyen pavilon csináltassunk, de azt megígérjük, hogy zárt helyen fogjuk tartani, és jövőre valahogy a költségvetésünkbe belevesszük, hogy egy ilyen pavilont csinálunk, ahol méltó helyre tudjuk kiállítani. És ugye adódott a dolog, hogy itt van augusztus 20-a, amikor amúgy is van egy városi ünnep, és egy olyan nagy gesztusnak találom ezt, hogy Körmendi Gábor ezt ajándékozta városunknak, hogy úgy gondoltam, hogy méltó körülmények között kellene ezt megünnepelni, megköszönni neki, és hát ugye említettem, hogy itt van augusztus 20-a, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ez alkalommal fogjuk megköszönni, és arra szeretnélek kérni Gábor, hogy légy szíves, gyere ide, hogy lásson mindenki. Szeretnének egyrészt bemutatni annak, aki még nem ismert. Gábor is azok közé, az emberek közé tartozik, aki mindenkit megbecsül, hát többek között ezt is. Nem tudom, hogyha egy pár szót esetleg akarsz mondani, akkor nyugodtan mondjad, és akkor majd utána pedig az emléket ott szeretném. A dolog úgy történt, hogy jeges pusztára kerültem, egy üzenetet vettem, ott a rendszerváltás, a tűzoltó szertár eladásra került. És aki megvette, azt mondja, Gábor, csinálj valamit ezekkel az eszközökkel, mert ezt széthorják. Hát tüstén nyomás be a lakatos műhelybe, ott félre lett állítva, és így igyekeztünk megtartani a... Azon kívül még, hogy a szú se eszi a kerekét, de mindjárt mindenki azt nézte először, milyenek a kerekei, mert nincsen bográ sehol. Hát szerencsére olyan anyagból készült, de meglátják a originál festést, hogy több mint 100 éves festék. A leltár festése, ahogy elbetű, mit tudom én, 87, az már lepattogzik, ami pár éves, ez pedig, és ez, hát így. És elég sok helyen voltam, mert mindig az utcán láttam pár évet, kicsi somázott tűzoltó kocsikat, és egyszer csak eltűnt. Hát kérdezem, hogy hát nem tudjuk, hogy elmenj, elfogyott. Hát mondom, ezt nem lehet úgy csak, hogy felajánlottam több helyre, mert azt mondja, hogy nincs nekünk pénzünk pavillonra meg ez. És akkor hát volt egy felirat, ugye, hogy Ácsi önkéntes tűzoltóság. Mondom, most teszem fel ezt a Nagy Igmándiak kiállítják, mit keres itt a ácsi tűzoltókocsi? És aztán egy csellel, egy hölgy közbeiktatásával mégiscsak sikerült ez, hogy adták magukat az ácsiak, hogy tényleg regresszkírozzák. És én kötöttem rá, hogy
állat megugrás szempontjából ne ázzon. Mert ezeknek az eszközöknek az a lényege, hogy ne ázzon. Mindenki. És vigyázzanak rá is. Tényleg. Azt tiszteljék, hogy ez akkor készült. Állítólag a templom toronyban meg a harang is. Ott van, aki ezt gyártotta, azt meg öntötte. Köszönjük szépen. A folytatásban az iskolába lépő gyerekek köszöntése következik. Ám mielőtt átadjuk az okleveleket, szeretettel köszöntöm azokat az iskoláskorú gyerekeket, akik most hagyják el az óvodát, és szeptembertől már az iskolában bontogatják majd a szárnyaikat, és természetesen azokat, akik eljöttek, és köszönjük a szülőknek, hogy erre az alkalomra elhozták a gyerekeket. És mi pedig erre az alkalomra hoztunk nektek egy olyan dalt, amit hallgassatok majd figyelemmel, mert a rátok váró kalandokról és lehetőségekről szól. Hogy te is felfedezhesd, mint egy csodálatos világot. Minden táj titkot rejt, ott, hol élt már ember, átok vert és áldott sorsol. Rég volt boldog ősök, és nem csak fényes hősök, névtelen békés boldos milliók. Az élet szép, az élet minden, arandot, pénzet, semmit nincsen, a legnagyobb nincs mégis csak kincs. Ösztön bád és képzelet, küld, hogy lásd, hogy megismerd, azt mi értelemmel tölti meg a létezést. A föld csak néked őrzi titkát, ez végtelen nagy gazdagság. Tudd és akad látni bűvét varázsát. Már a messzi ismeretlen, a tudás az mi fölemel. Várnak rád új és új csodák. Az élet szép, az élet minden, mi létezhet a földön ember. Ha látsz, mi egybe kötve hullhat szép. Lesz út lélektől lélekig, lesz kinek megtanít. Az élet szép, az élet minden, mondhatják, hogy semmi nincsen, a legnagyobb kincs örökké tiéd. A legnagyobb kincs örökké tiéd. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Jó tanulást mindenkinek! No, és akkor most nincs más hátra, mint hogy átadjuk azokat az okleveleket, amit ilyenkor szoktunk, most már ez a harmadik év. Tisztelettel felkérem az iskolába lépő gyerekek köszöntésére dr. Szent Irma István polgármestert, Nagy Tamás alpolgármestert és Héregi Péter képviselőurakat. Legyenek kedvesek az okleveleket átadni.
akkor mondanám, hogy én minden nevet felolvasok, függetlenül attól, hogy ki tudott eljönni a mai alkalomra. Először a Nyuszi csoportot szeretném kérni. Bábik Bence, Balázs Bélai Martin, Balázsi Dominik János, Barta Tímea, Bedő Zsófia, Bognár Benjamin József, Dombi Tasi Lolita, Domján Zsófia, Fikner Raúl Attila, Fodor Robert Ricardo, Földesi Panni Szelina, Fövényesi Péter, Horváth Dóra, Lajos Gergő, Lak Lili, Lubkovics Fruzsina Piroska, Lubkovics Lóránt Mihály, Pap Zsanna, Polvár Maja, Simut Kende, Szabó Olivér, Tár Bendegúz, Takler Erik Olivér, Takler Petra Alíz, Talics Máté, Torma Natália és Varga Hanna. Ők mennek tehát a Nyuszi csoportból iskolába. A Katica csoportból, tehát Katica csoport, Csóka Kristóf, Ek Szonya Lili, Hercig Ábel, Illés Márk, Keresztes Áron, Kovács Emma, Máté Péter Zalán, Pallagi László Martin, Poncsák Benet, Rubács Hanna Miranda, Szabó Mia Sára, Szalai Benedek. Az Őzike csoportból a következők mennek iskolába: Billig Martin, Bruzsa Benet, Csapó Bence Benet, Csizmadia Kristóf, Dávid Marcell, Galambos Ferenc Ricardo, Gerencsér Bori, Horváth Hanna, Horváth Zsófia, Kugyec Levente Ferenc, Kaszás Mendi, Kolumbán Hanga, Kun Mia Rebeka, Kustyán Emma Zsófia, Salló Alex András, Szabó Áron, Szakács Áron, Tóth Alíz, Tóth Bence, Vida Benet János, Visztai Ákos Konor és Zsebők Liliana. És van nekünk egy hóvirág csoportunk, ahonnan Barabás Ibolya és Tetrik Luca fog iskolába menni. Gratulálunk neki! Ünnepségünk folytatásaként a koszorúk elhelyezése következik. Koszorút helyezel a Szent István szobornál Ácsváros önkormányzata nevében dr. Szent Irmai István polgármester és dr. Fülesné Balog Anita jegyzőasszony. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében koszorút helyezel a Szent István szobornál Markó Renáta és Németh Fajtisz Melinda. Az ácsi tűzoltók nevében Dunst András helyez el koszorút Szent István szobornál. Tisztelt ünneplők! Nem maradt más hátra, mint ünnepségünk végén meginvitáljam önöket a Református Egyházközség nevében a hagyatéka hagyományőrző napra, amely 15 órakor kezdődik majd a templomdombon. A téma kegyes lelkek, a református kegyesség emlékei. Délután folyamán többek között Stummer Márton gitárművész és Szűcs Erika növendéke is fellépnek majd. Mindenkit szeretettel várnak, tehát 15 órától a templomdombon.
Most pedig ünnepségünk végén kérem önöket, hogy énekeljük el közösen a szózatot. Hazádnak rendületlenül vagy fel.